Fülöp Zsuzsanna, az MNB felügyeleti szóvivője a vendégünk. Ezért csak nem jó reggelt kívánok. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Beszéltünk már arról a témáról, amiről majd most fogunk beszélni, más megközelítésben, de ugye így, hogy az MNB részéről érkezik hozzánk felügyeleti szóvivő, így még nem. Úgyhogy köszönjük szépen előre is. Ezek a bizonyos minősített fogyasztóbarát lakáshitelek. Kell ez valakinek ma Magyarországon? Úgy tűnik, hogy igen. Egyébként tavaly májusban indította el a Magyar Nemzeti Bank a minősített fogyasztóbarát lakáshitel programot. Igazából ez egy pályázat, amelyre a hitelintézetek, tehát a bankok és a takarékszövetkezetek a saját lakáshitel termékeikkel tudnak pályázni. Aki megfelel ezeknek a feltételeknek, ők megkapják a fogyasztóbarát minősítést. Ezt akkor az MNB dönti el? Így van, a pályázati kiírás alapján feltételeknek megfelelés kell hozzá, és úgy tűnik, hogy ez működött is, hiszen most jelen pillanatban 11 bank és a teljes takarékszövetkezeti hálózatban már elérhetőek a fogyasztóbarát termékek, és a legfrissebb jegybanki adatok is azt mutatják, hogy most már az új lakáshitel felvevők 80%-a éventúli fix kamatozású terméket választ, és ebből minden második esetben már fogyasztóbarát a lakáshitel is. Na, de mitől fogyasztóbarát ez a bizonyos fogyasztóbarát lakáshitel? A cél a program megalkotásakor igazából az volt, hogy sokkal átláthatóbb és összehasonlíthatóbbak legyenek azok a lakáshitelek, amelyek közül választani lehet. Korábban olyan összetett szolgáltatás csomagként kínálták a lakáshiteleket a bankok, amely átlagember számára szinte lehetetlen volt összevetni két terméket, illetve eldönteni azt, hogy számára hosszú távon, hiszen itt azért 15-20 éves távokról beszélünk, melyik lehet a kedvezőbb. Itt ugye díjazásában és költségeiben is sokkal kedvezőbbek a minősített termékek. Ez azt jelenti például, hogy az előtörlesztési díj maximum 1% lehet, de hogyha lakástakarékpénzszeri megtakarításból történik, akkor díjmentes. A folyósítási díj is maximum a folyósított összeg 0,75%-a, de legfeljebb 150 000 forint lehet. Illetve nagyon fontos, hogy az ügyintézési határidők is meghatározottak, például a hitelbírálatra vonatkozóan. Általában ugye nincs jogszabályi előírás, hogy mennyi idő alatt kell a hitelt elbírálni. Itt a minősített termékeknél viszont ez 15 munkanap, illetve a folyósításnak is meg kell történnie két munkanapon belül. Egy valamit azért jó lenne, hogyha tisztáznánk, mert szerintem azért elég sok család életében kitörölhetetlenné válik az az időszak, amikor devizahiteleket vettünk föl, meg vett fel az ország, mégis lett belőle ugye a dráma, sőt, hát ugye néhány család esetében, vagy sok család esetében konkrétan tragédia. Az a fajta kiszámíthatatlanság, ami abban az időben volt, hogy valójában akik a devizahiteleket felvettük, ugye én magam is benne voltam ebben, és nem tudtuk azt, hogy majd mit hoz a jövő, azzal szemben ez a jelenlegi csomag mekkora biztonságot ad. Így van, most is vannak kockázatok, de ugye most már nem árfolyam kockázatokról beszélünk, hanem a kamatkockázat lehet az, ami ellen idézőjelbe védekezni kell, és a jegybank egyébként az elmúlt években nagyon sok olyan intézkedést tett, ami abba az irányba segíti terelni az embereket, hogy lehetőség szerint azokat a lakáshiteleket részesítsék előnyben, amelyek hosszú távon kiszámíthatóvá teszik a törlesztést. Ezek az úgynevezett fix kamatozású lakáshitelek. Egyébként minden fogyasztóbarát lakáshitelnek egyben fix kamatozásúnak kell lennie. A fix és a változó kamatozás közötti lényegi különbség, hogy a változó kamatozású lakáshiteleknél éven belül akár 3 vagy 6 havonta is megváltozhatnak a kamatok. Ehhez képest a fix termékeknél, attól függően, hogy milyen konstrukciót választunk, 5-10-15 évig, vagy akár a teljes futamidő alatt változatlan marad a törlesztés. De akik mondjuk a fix kamatozású hitel mellett döntenek, ők, nekik gondolom azért azzal is kell számolniuk, nem? Hogy kicsivel több lesz majd ezért a törlesztésnek a részlete. Így van, a kezdeti költségeknél lehet, hogy a változó kamatozásuk kedvezőbbnek dűnhet, de ez az árelőny igazából csak addig tart, amíg el nem kezdenek a kamatok emelkedni. Itt nincs akkora különbség már, hogy hosszú távon ne érné meg a fix kamatot választani, ugyanis a fixel tudjuk azt biztosítani, hogy akár 15 évig semmi nem fog változni, függetlenül attól, hogy egyébként a kamatok nőnek. Ugye most pont ön egy olyan időszakban jött el ide hozzánk a tévébe beszélni, amikor ugye azt látjuk, hogy a forint folyamatosan ugye gyengül, és már tegnap előtt megjelentek olyan hírek, hogy a lakáshiteleknél ezek a bizonyos kamatösszegek elkezdtek emelkedni. Ezzel a Magyar Nemzeti Bank számol? A kamat növekedés, kamatváltozás volt azért, a kamatkockázat, ami miatt egyébként többek között a jegybank már korábban egy évvel ezelőtt felhívta a figyelmet, és indította többek között a fogyasztóbarát programot. Itt pont az volt a cél, hogy már erre felhívva az emberek figyelmét, a fix felé tereljük őket. Mert akiknek korábban mondjuk ilyen fix kamatozású lakáshitelt vettek fel, őket most nem befolyásolja a forintnak a gyengülése.
A forint gyengülést, illetve itt a kamat kockázatot azért elhatárolnám, vagy elválasztanám egymástól. Igazából nem a forint gyengülése okozza most a kamat emelkedést. Ez egy természetes folyamat, mert a kamatoknak a változása, és pont erről beszéltünk, hogy itt nem kamat előrejelzést akart ezzel a jegybank tenni, hogy ezeket a fix termékek felé irányítja az embereket, hanem egyszerűen, hogyha visszatekintünk az elmúlt 15-20 év, vagy ön is említette a múltat, szinte kizárt az, hogy ne változzanak meg a kamatok. Jelen pillanatban történelmilyen alacsony kamatszint van, nem csak Magyarországon, egész Európában. Ez egy természetes folyamat, hogyha ez elkezd emelkedni. És pontosan ezzel szeretnénk, vagy ettől szeretnénk az embereket megvédeni, hogy olyan hiteleket vegyenek föl, ahol akár 3 vagy 6 havonta is emelkedhetnek a törlesztők. Ha már ezt a kifejezést említi Zsuzsanna, hogy ezzel szeretnénk az embereket megvédeni, korábban ez is egy nagyon nagy probléma volt, és ebben persze benne van az emberi felelőtlenség is, hogy mindenki ész nélkül vette fel azt a hitet, mert azt gondolta, hogy most van keresetem, van fizetésem, ó, hát én ezt fogom tudni törleszteni. A jelenlegi rendszer és ezek a fogyasztóbarát lakáshiteleknél például meghatározzák azt, hogy egy bizonyos fix jövedelem mellett hány százaléka lehet például a törlesztő részlet? Így van, ezek az úgynevezett adósságfék szabályok, és nem is a fogyasztóbarát termékekkel vezettük ezeket be, hanem még korábban 2015-ben lépett hatályba egy olyan jegybanki rendelet, amely meghatározza azt, hogy mekkora lehet a maximális hitelösszeg, amit egy ügyfél fogyasztó felvehet, illetve hogy milyen havi törlesztést tehát vállalhat. Tehát hiába akarna valaki mondjuk nem tudom én 10 millió forintot felvenni, ha annyi a fizetés, akkor ezt nem fogják megengedni. A felvehető hitelösszeg az elsődlegesen a fedezeti ingatlan értékéhez igazodik, ugye az adósságfék szabályoknak két eleme van. Az egyik a hitelfedezeti mutató, ez azt mutatja meg, hogy az ingatlan piaci értékének 80%-áig terjedhet a felvehető hitelösszeg, ha például 10 millió forint az értéke a fedezeti ingatlanok, akkor maximum 8 millió forintot vehet fel az ügyfél. A másik eleme az adósságfék szabálynak, amit ön is említ, a jövedelemre vonatkozik, ami meghatározza azt a jövedelemtől függően, hogy mekkora lehet a törlesztési teher, ez jelen pillanatban 400 ezer forint alatt a felét teheti ki, tehát hogyha valakinek 400 ezer forint alatti a nettó igazolt jövedelme, akkor maximum a fele lehet a havi törlesztés, ha magasabb, akkor a 60%-a, ezek a szabályok fognak módosulni október 1-től várhatóan, ami azt jelenti, hogy azok az ügyfelek, akik továbbra is a hosszabb kamatperiódusra fixálják a hitelüket, számukra ezek a jövedelem arányos törlesztő részletek nem változnak, hogyha valaki a kockázatosabb, rövidebb kamatperiódusú hitelnél marad, esetükben pedig csökkennek ezek az értékek, tehát a jövedelmüknek csak kisebb hányadát tudják fordítani törlesztésre. Hát olyannyira, hogy azt olvasom, hogy az 5 évnél rövidebb kamatperiódusnál ugye a törlesztő részlet összege nem haladhatja meg a rendszeres havi nettó jövedelem 25%-át. Így van, ez két dolgot jelent. Egyrészt az, hogy ezeknél az eseteknél ugye nagyobb a kockázata annak, nagyobb kockázatnak, kamatkockázatnak vannak kitéve az ügyfelek, hogy a futamidő alatt ugye többször növekedhet esetleg az ő törlesztésük a kamatváltozásoknak hatására. Ez biztosítja ez a szabály az, hogy nekik legyen egy olyan jövedelemtartalékuk, tehát a jövedelmükből tudjanak olyan jövedelemtartalékot képezni, ami egy esetleges kamatszint vagy törlesztőrészlet emelkedés esetén sem fogja veszélyeztetni az ő hiteltörlesztésüket. A másik, ami pedig fontos, hogy a tavalyi átlagos számokat tekintjük, akkor tavaly átlagosan 27% volt a jövedelemarányos törlesztő részletmutató, tehát általában az emberek kb. 27%-át a fizetésüknek fordították törlesztésre. Most akkor tulajdonképpen befejezhetjük ezt az interjút úgy így ebben a stúdióban és ennél az asztalnál, hogy biztonságosabb körülmények között lehet ma lakáshitelhez jutni. Így van, nagyon sok olyan termék van szerencsére most már a piacon, mely lehetővé teszi az emberek számára, hogy a legmegfelelőbb számukra, egyébként egyedi szempontok alapján is a legmegfelelőbb terméket, és ezek mind kiszámíthatók és biztonságosak hosszú távon is. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Még egy apró megjegyzés vagy kérdés. Ugye ön nem volt itt az elmúlt időszakban? Nem. Ugye régen járt itt nálam? Régen volt, na, igen. Nagyon gyakrabban. Köszönöm szépen. Köszönöm.